Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Ma folytatjuk az evangélium ABC-jét, úgy, mint eddig. Haladunk lépésről lépésre, mint a kis iskolások. Bár most épp ezen a héten, amikor ez a fölvétel készül, ők már az ó, ió, ció, áció, káció, akáció, vakációt írják a táblára. Amikor majd viszont adásba kerül, vagy bármikor a jövőben 100 év múlva látni fogja valaki ezt a fölvételt, akkor lát, hogy épp semmi köze nem lesz ahhoz a jelen pillanathoz. De én most nagyon örülök neki, hogy a gyerekek számára véget ér ez a tanév. Hát nem csak azért, mert nekem is véget ér velük a hittanóra, és picit több időm jut a pihenésre, hanem azért örülök neki, mert a tanulás végén van jutalom, és ezt szeretném most neked elmondani, hogy Jézusnak csodálatos terve van veled. Ezt igazából mindig mindenütt elmondom, ezzel kezdem. Most viszont tényleg az evangélium ABC-nek a H betűje erről fog szólni. Nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy ugyan mondjam már el, hogy mi az a csodálatos terv. Hát, mielőtt meghallgatnánk az ehhez kapcsolt evangéliumi részletet, egy kis bemelegítő példázattal szeretném érzékeltetni. Képzeljük el azt, hogy vasárnap reggel, amikor a gyerekek egy picit tovább aludhatnak, azt mondja az anyuka, hogy ma délben csoki pudingos palacsinta lesz. És hát a gyerekeknek már összefut a szájában a nyál, és már az ízek, meg az érzések elindulnak, pedig még nincs is kész a puding, de mivel hallották, már elkezdenek ráhangolódni, és már önnék is. Persze azért várni kell, amire elkészül. Most így van ez is. Én elmondom neked, hogy Jézusnak csodálatos terve van veled, és hiszem azt, hogy a te lelked erre megmozdul. Ezért is kérdezik tőlem nagyon sokan, hogy mondd már meg, Péter atya, hogy mit jelent az, hogy Jézusnak csodálatos terve van veled. Halljuk akkor az evangéliumot, hiszen nem én találtam ki, hanem a Mester, a názáreti Jézus hozza most számodra az örömhírt. Úgyhogy hallgassuk együtt, én is hallgatom figyelemmel, hallgass velem. Márk evangéliuma 5:1-20. Nem sokára átjutottak a tengeren túlra a gerázaiak földjére. Amint Jézus kilépett a bárkából, mindjárt elébe ment egy ember a sírok közül, aki a tisztátalan lélek hatalmában volt, és sírboltokban lakott. Már láncokkal sem tudták megkötözni. Sokszor béklyóba is láncra verték, de elszakította a láncokat, összetörte a bilincseket, és senki sem tudta őt megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel roncsolta magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és nagy hangon kiáltotta. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Isten fia? Az Istenre kényszerítlek, ne gyötörj engem! Ő ugyanis azt mondta neki, tisztátalan lélek, menj ki az emberből! Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Az így válaszolt neki, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És könyörögve kérte őt, hogy ne üzze ki arról a vidékről. Volt ott a hegy körül a legelőn egy nagy disznócsorda. Az ördögök azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Jézus megengedte nekik. A tisztátalan lelkek kimentek és megszállták a disznókat. Erre a 2000-nyi csorda a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a tengerbe. Akik legeltették őket, elfutottak, s hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek kimentek, hogy lássák, mi történt. Jézushoz érve látták,
hogy az ördög seregtől megszállott, felöltözve, épp ésszel ül, és félelem fogta el őket. A szemtanúk pedig elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördöngőssel és a disznókkal. Ezért kérni kezdték őt, hogy távozzék el a határukból. Amikor beszállt a bárkába, az ember, aki megszállott volt, kérte őt, hogy vele mehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem így szólt. Menj haza a tieidhez, és hirdesd nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az el is ment, és elkezdte hirdetni a 10 városban, hogy Jézus milyen nagy dolgot cselekedett vele, és mindenki csodálkozott. Hát lehet, hogy nem erre a történetre számítottál, ehhez a témához, az evangélium ABC H betűjéhez, hogy Jézusnak csodálatos terve van veled, hogy itt most ilyen ördögűzés és szörnyű jelenetek kerülnek elő, de bizony azt hiszem, hogy erre nagyon nagy szükség van. Tapasztalom azt, egy nagyon érdekes dolog, hogy a hittanórákon szeretik kérdezni tőlem a gyerekek, hogy ki az ördög, mi az, hogy megszállottság, hogy néz ki egy ördögűzés. Néha azt gondolom, hogy talán túlzó a kíváncsiságuk, de minap éppen egy felnőtt is megkérdezte tőlem, és azt látom, hogy az embereket foglalkoztatja ez a téma. Ez az izgalmasnak látszó, misztikus dolgokkal vegyített téma, hiszen az ördög láthatatlan, és sokféle mítosz is beszél róla, filmekben is ezerféle módon ábrázolják. De mi most nem valami kultúrtörténeti dolgot akarunk itt átnézni, hanem az evangéliumot. Van itt egy ember, aki nagyon súlyos állapotban van, hallottuk, hogy sírboltokban lakik. Láncokkal se tudják megkötözni. Egyszer egy barátommal egy elhagyott temetőben sétáltunk, és az egyik eltolt kripta fedél alatt észrevettünk egy kis kuckót, ahova bizony egy ember bevackolta magát. Úgyhogy nem is olyan hihetetlen, hogy valaki sírboltokban lakik, amikor saját szememmel láttam ezt, akkor rögtön ez a részlet ütött eszembe. No, de ez az ember nem jó szántából volt ott, hanem azért, mert a gonosz lélek, az ördög, a sátán fogságban tartotta. És az emberek nem tudtak vele mit kezdeni. Láncra verték, de még olyan erőt tudott ennek ellenére megnyilvánulni benne, hogy széttörte a láncokat, és senki se tudta megfékezni. Úgyhogy valóban veszélyes volt ez a környék. Akárhogy is vesszük, ez az ember annak a kisvárosnak a bolondja volt. Talán újjal mutogattak rá, valami csúfnevet is ráakasztottak, és ha összejött egy társaság és beszélgettek, akkor kigúnyolták, kinevették, hogy ó, ott van kint az őrült Vili, és ott üvöltözik, ne menjetek arra. És lehet, hogy még a városban, vagy ebben a kis településen ijeszgették a gyerekek is egymást azzal az emberrel, akiről itt szó van. És itt most egy kicsit nézzünk a dolgoknak a mélyére. Ugye a kirakatban általában minden olyan szépen néz ki, egy boltra gondolunk, de lehet, hogy hátul a raktárban nagy zűrzavar van, vagy éppen adócsalás, vagy más rossz dolgok. A kirakatot azt viszont mindenki próbálja szépen megcsinálni, hogy vonzó legyen. Szóval ugye ebben a városban sajnos úgy tűnik, hogy a kirakatban éppen, hogy beférkőzött egy ilyen különös fura szerzet, és próbálták onnan eltakarítani, és kitoloncolták a városból, leláncolták. Az embereknek nem volt más terve az ő számára, csak az, hogy tűnjön el közülünk.
takarítsuk ki őt magunk közül. Tehát ez volt az emberek terve. De nézzük meg, hogy mi volt Jézus terve ezzel az emberrel, mely egy nagyon szép és egyszerű mondat, már a szabadítás jelenete után. Jézushoz érve látták, hogy az ördög seregtől megszállott, felöltözve, épp ésszel ül. Tehát az ember visszakapta a méltóságát. Jézus által visszakapta azt, amit elveszített. És bizony nagyon-nagyon sokan vannak ma is, akik akár ilyen súlyos módon is, mint ez a magszállat, elveszítik azt a méltóságokat, ami pedig olyan szép és olyan csodálatos. Felöltözve épp ésszel ül, ez mind valahogy kifejezi a röndet, a nyugalmat, a békét. Előtte nem volt felöltözve, nem volt épp eszén és nem ült, hanem mesztelenül rohangált, üvöltözött. És Jézus ennek ellenére megmutatja az ő csodálatos tervét, megszabadítja ezt az embert. Nézzünk csak körbe egy picit a rokonságunk, baráti körünk, vagy az utcabeliek világában. Minden kis közösségnek megvan a maga fekete báránya, megvan a maga dilibogyója, és valljuk be, hogy nem tudunk velük mit kezdeni. Esetleg bedugjuk őket pszichiátriára, legyógyszerezzük őket, vagy ha súlyos bűnt követel a társadalom ellen, akkor bezárjuk őket börtönbe, de valami ott marad az ő lelkükben, amivel nem tudtunk kezdeni semmit. És mi van akkor, hogyha éppen a te testvéred, vagy a te anyád, vagy a te apád, vagy a te fiad, a te lányod van ilyen helyzetben? Mit szeretnél? Azt, hogy a társadalom kitaszítsa magából, azt, hogy leláncolják, azt, hogy éljön szomjan egy kripta mélyén, aludjon, és ki tudja, mikor köszöntsön rá a halál, vagy pedig inkább azt szeretnéd, hogy megszabaduljon. Jézusnak csodálatos terve van minden emberrel, de különösen is azokkal, akik az ördög hatalma alatt kínlódnak. A sátán az egyáltalán nem egy olyan pajkos, csintalan ovodás, akinek ilyen kis vigyor van az arcán, és így elbuktat minket, aztán nevet. Én inkább a sátánt egy ilyen nagyon hideg, nagyon racionális, kiszámítható és kegyetlen gyilkosnak tudom elképzelni. Az Úr Jézus is így beszél róla, hazug és gyilkos. Lehet, hogy az intelligenciának a nagymestere, de az okosságot azt elveszítette, az okosság, az erény, amikor az Úr Jézus rátaposott a kígyó fejére, akkor elveszítette a maradék eszét szegény sátán, és most már nem tudja felfogni Isten igazságait. Ő nem akarja azt, hogy az emberek megszabaduljanak, boldogok legyenek. És valóban létezik a gonosz lélek, aki sokszor a jó szándék magát is meg tud húzódni. A tudatlanság, a tévedés homálya, a közösség téves ítélete magát, a tömeg nyomása magát meg tud húzódni. Hiszen, ha belegondolunk abba, hogy ebben a kis közösségben mennyi minden lehetett még ott, amiket az emberek nem hoztak felszínre, de volt egy bűnbak, egy fekete bárány, egy dilibogyó, akire mindent rá lehetett kenni, akit mindig épp elő lehetett húzni. A közösségnek a többi tagja viszont lehet, hogy még nagyobb disznóságokban kínlódott, ugye itt arról van szó, hogy a gonosz lelkek kimennek és a disznókba bújnak bele, szegény disznók se bírják sokáig a gonosz lelkeket, és lerohannak a tengerbe és megfulladnak. Szóval, milyen nagy disznóságok lehettek ott még abban a kis közösségben, hogyha
amikor megjelenik Jézus, és megszabadítja annak a kis közösségnek az egyik emberét, a leglátványosabban a gonosz lélek hatalmát lévő emberét megszabadítja, és mégis a többiek azt mondják, hogy nekünk nem kell ez a Jézus, nekünk nem kell. Vajon miért? Félelem fogta el őket. Hát akkor mennyi gonosz lélek lehetett ott a többiekben? Hogyha elüldözik Jézust, hogy ide ne tedd be a lábadat a mi városunkba, nehogy bennünket is megszabadítsa a mi jó kis féltve őrzött szenvedélyeinktől, és kényelem szeretetünktől, és gőgösségünktől, és kapzsiságunktól, és ezerféle kélyes, undorító, bűzös bűnünktől. Mert mi azokat szeretjük, és attól te ne szabadíts meg minket, inkább menj el a városunkból. Úgyhogy az az ember, akit Jézus megszabadított, az egy jó példája annak, hogy hogyan szolgál Jézus. Jézus nem hívja magam elé, hogy gyere, és te leszel most már az én kis bábum, és majd mindig városról városra mutogatlak, hogy téged megszabadítottalak, hanem menj vissza a tiéd közé. És mondd el nekik, hogy mennyire szereti őket az Isten. Tegyél tanúságot nekik arról, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten, hogy ő szabadító és gyógyító. És te legyél az élő bizonyítéka az élő Isten szabadító szeretetének. És majd így általad, rajtad köröztül az a közösség egészen remélhetőleg átváltozik, átalakul, és az egész közösséget átjárja Istennek a szabadító ereje. Jézus a szabadító. Valójában az, hogy Jézusnak csodálatos terve van veled, ez az üzenetem, még egyszerűbben így is megfogalmazható, hogy Jézus a szabadító. A legrosszabb helyzetből is van visszaút. Hiszem azt, hogy Isten azért küldte a fiát, Jézust, hogy lerontsa a sátán műveit, és ez is természetesen benne van a Szentírásban, halljuk Szent János apostol első leveléből. Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög műveit lerontsa. János első levele 3:8. Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög műveit lerontsa. Jézus letakarítja az asztalt, és valami csodálatosat épít a káosz helyébe. Halljunk egy másik részletet a Jelenések könyvéből, 15. fejezet 1-3. Ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben, 7 angyalt, akiknél a 7 utolsó csapás volt, mert azok által teljesedett be Isten haragja. Akkor egy üvegtenger félét láttam, ami tűzzel volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival, és éneklik Mózesnek Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, Uram mindenható Isten, igazságosak és igazak a te útjaid, nemzetek királya. Hogyan tapasztalhatjuk meg ezt a csodálatos tervet? Ez egy jó kérdés. Hogyan tapasztalhatjuk meg mi? Hiszen azért nekem is nyilván meg kell látnom azt, hogy nem minden egyes ember van ilyen típusú problémával meg átkozva. Vannak egészen más szituációk is, és lehet, hogy valaki nagyon hamar kicsit távol tartaná magát ettől a helyzettől. Tapasztalom azt, hogy amikor valaki komolyan és őszintén bízik a Jóistenben és ráhagyatkozik, akkor a munkájában, a családjában elkezdenek a dolgok tényleg egyre csodálatosabbá válni. Elkezdi megtapasztalni azt, hogy Isten gondviselő, hogy,
hogy kerül az asztalra önnivaló, hogy vannak gyógyulások Isten kegyelméből, hogy közösségek születnek. Tehát bármilyen helyzetben is vagy most, biztos, hogy az a helyzet is valamit úgy kíván. Tehát, hogy valami neked is hiányzik. Valami a ti életedben is olyan, hogy hát azért ez nem tökéletes. De jó lenne, hogyha jobban szeretnének, vagy ha én jobban tudnám odaadni a szeretetemet. Ekkor gondolj arra, hogy Jézusnak veled is csodálatos terve van. Ez a mai örömhír. Most mondjuk együtt újra azt az imát, amit mindig is szoktunk. Ebben az imában azért ördögűzés is elhangzik, hiszen például azt fogjuk mondani, kérlek, tegyél szabaddá engem a félelmeimtől. Kérlek, majd mondd ezt az imát velem. És hiszem azt, hogy a Szentlélek Isten kiárad rád, és ma könnyebbülsz. Lehet, hogy pontosan nem tudod beazonosítani, hogy na, most épp melyik félelmettől szabadultál ma, de megszabadulsz. Mert a Szentlélek Isten Jézus neve által valódi változást hoz benned. És lehet, hogy majd egy következő szituációban, amikor máskor egyébként összerándult a gyomrod, hirtelen észreveszed, hogy ó, valahogy ilyen szabadultabb vagyok, tudok hinni, tudok ebben a helyzetben is dicsőíteni, magasztalni az Istent, és énekelni neki úgy, mint ahogy itt hallottuk, hogy énekeltek, és a hárfát pengedték. Igen, ez is hozzátartozik Jézus szabadító művéhez, hogy az érzelmeinkben, az örömeinkben egyre inkább kifejezzük Isten iránt a szeretetünket. Úgyhogy nézz egy, hogy énekelni, hangosan imádkozni, dicsőítsd az Urat, jó szívvel ajánlom neked a katolikus, karizmatikus, dicsőítő zenéket, és énekelj, és leszakad rád a mennyország. Most pedig imádkozzunk együtt. Úr Jézus, hiszem, hogy Te vagy az igazság. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Kérlek, tegyél szabaddá engem a félelmeimtől. A kis hitű rágódástól ments meg, Uram, minket. A kicsinyes gondolkodástól ments meg, Uram, minket. A túl szűkös teológiától ments meg, Uram, minket. A fantáziátlan észtől ments meg, Uram, minket. Uram, ha Te vagy az, aki az utcák, a panelházak, a piacok, a média háborgó hullámain könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a virtuális tér káoszán át. Uram, ha Te vagy az, aki botrányosan lassú egyházunk háborgó hullámain, a félelmeink örvényén könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád ezen az egyház történelmen át. Úr Jézus, emelj fel minket önmagadhoz. Egyszerű derűddel vezess ki minket az okoskodás labirintusából. Támaszd bennünk hitet, hogy van még élet kicsinyes önmagunk és jó szándékú balgaságunk fölött. Köszönjük, hogy nem ítélsz el minket, hanem reményt és jövőt adsz nekünk. Ámen.